időként mindenki nosztalgiázik egy kicsit, vagy visszanéz a múltba, hogy mik történtek vele. És néha elgondolkozik azon, hogy ezt jól csináltam, ezt viszont másképp kellett volna. A mai önismereti feladatunk ezzel kapcsolatos lesz, és a Szentestének köszönhetően egy kicsit visszamegyünk a gyerekkorba, a 6 éves énünkhöz. Ha szeretnéd ezt a teljes évvégi önismereti PDF-et ingyen letölteni, akkor ha a profil oldalamra mész, találsz egy linket, és onnan ezt könnyen meg is teheted. És nézzük, hogy mi is ez a feladat a mai napra. Írd le, vagy meséld el 6 éves énednek életed legfontosabb, legmeghatározóbb eseményeit, állomásait, személyeit, és azt is írd le, vagy mondd el, hogy ezek miért voltak jelentőségteljesek az életedben, majd a végén adj tanácsot magadnak, pontosabban a 6 éves énednek. Ez a feladat egy elég mély önismereti útra vihet minket, hogyha igazán őszintén elgondolkozunk az egyes olyan eseményeken, az egyes olyan személyeken, akik igazán nagy hatást gyakoroltak ránk, vagy egy új irányba vitték el az életünket. Ezek által nem csak önmagunkat ismerhetjük meg még jobban, hanem profitálhatunk belőle a jövőnket tekintve. Sőt, ha vannak gyerekeid, akkor még velük szemben is felhasználhatod azokat a dolgokat, amiket a 6 éves énednek elmesélsz és elmondasz a mostani szemszögedből. És hogy mi legyen a mai adventi utolsó kis meglepetés, természetesen csak annyi, hogy készülj a Szentestére. Nagyon-nagyon szép ünnepet kívánok nektek, érezzétek jól magatokat, használjátok ki, és a lehető legjobban töltsétek el ezt az időszakot, ha tehetitek, pihenjetek is, és kívánom, hogy mindannyiótoknak úgy alakuljon, ahogy ezt igazán szeretné. Sziasztok!